Ez a térségi napló a Rádió Dabas hétvégi magazin műsora, és ha jól emlékszem, akkor hát egy éve járt nálunk Kovács Nóri, akkor arról beszélgettünk, hogy hogyan ünnepli a karácsonyt, és hogy valami készülőben van, de akkor arról még nem beszélhettünk. De úgy tűnik, hogy most már beszélhetünk arról a nagy dologról, lévén megjelentek dalok, most már hallhatóak az interneten is, és itt az otthon hangján is. És hát vendégem a térségi naplóban Kovács Nóri. Szia, köszöntelek a műsorban. Szia, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a nagy valami, ez a Nimrod regéje, amely most útjára indult szerte az országban, és szerintem viszi majd a hírünket a világban is. Honnan jött maga az ötlet, hogy ismerkedtél meg Nimrod történetével, és aztán hogy jött az, hogy te ezt valamilyen módon megzenésítsd? 2012-ben fogalmazódott meg a gondolat, egy nagyon nagy véletlen kapcsán, bár véletlenek nincsenek az emberek életében. Egyik este unatkoztam egy téli estén, és elkezdtem az internetet böngészni, nagyon szerettem a magyar történelmet, és hát ilyen irányú kisfilmeket nézegettem, és így akadtam bele Nimrod történetébe, ami aztán nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és innentől kezdve a nagy szerelem, elkezdtem bújni az ilyen irányú könyveket, ami felelhető volt, minden szakirodalmat elolvastam, rengeteg emberrel beszéltem, aki érintett a témában, történészektől kezdve régészekig, művészettörténészekig, mindenféle okos emberrel, és hát valahogy egyszer csak így vettem a bátorságot ahhoz, hogy akkor ebből kellene egy történetet írni. Jól körbejártam kis Magyarországot, hogy születettem már valami hasonló, és hát nem találtam. Tehát az őstörténetünkkel foglalkozó operát, vagy egy ilyen nagyobb lélegzetű darabot még nem leltem fel, és akkor azt gondoltam, hogy akkor itt az ideje, hogy ezt valaki megírja. És hát így kezdődött a történet, 13 dalt először szövegileg írtam meg, és aztán később a dallamot is kitaláltam hozzá. Mi lehetett az a valami, ami arra buzdított téged, hogy kicsit jobban körbejárd ezt a témát, kicsit magadévá tedd Nimrod alakját, mert említetted a magyarságot, de ugyanakkor Nimrod alakjának egy kis bibliai töltete is van, úgyhogy ilyetén módon egyfajta kettős személyiséggel bír. Sőt, hármas személyiséggel is. Egyrészt ugye, mint történelmi személy, tudhatunk róla egész konkrét dolgokat, körülbelül 4000 évvel ezelőtt élhetett valahol a Közel-Keleten. Mezopotámia, vagy még előbb a Sumír birodalom ide. És hogy hogyan kapcsolódik hozzánk, ez egy sokkal hosszabb történet, és abban most nem mennék bele. Ugye a másik történet, amit a Bibliából tudunk róla, bár a Biblia egy picit negatív figuraként említi őt, de ebbe sem mennék bele hosszadalmasan, inkább csak annyit mondanék, hogy Mózes első könyve még nem negatív személyként említi Nimrodot, hanem mint az ég nagy vadásza, és akit az Isten kért fel arra, hogy a népeket vigyázza. A harmadik szempont pedig hát a magyar történelemben, ahogyan ő megjelenik, és főleg ami mond a világunk. Erdély szerte rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik gyönyörű történeteket meséltek Nimrodról, meg az ő fiairól, Hunorról és Magyarról, és akkor itt kapcsolódik vissza a történelmünk, az azért Hunorról és Magyarról szerintem mindannyian hallottunk már, ha máson nem, hát Arany Jánosnak a Rega a csodaszarvas című műve kapcsán. Szerinted miért hozta úgy a idézőjeles véletlen, hogy ti találkozzatok, és egy közös úton elinduljatok, szerintem mondhatom ezt? Nincsenek véletlenek, azt gondolom, hogy igen, talán a jó Isten kért fel arra, hogy ezt megszülessen. Tudom, hogy ez egy kicsit így furcsán, vagy ilyen nagyzolósan hangzik, de tényleg azt érzem, hogy kaptam egy ilyen indítatást, egy ilyen küldetést, hogy ezt meg kell írni. És én azóta is így gondolom, és nagyon hihetetlen módon is születtek meg ezek a dalok, csak egy történetet mesélek el. Elkezdtem gondolkodni még rögtön a legelején, hogy hát akkor hogyan próbáljam meg ezt szövegbe formálni ezeket a először még csak verseket, és két ilyen idézőjelben lázas éjszaka alatt megszületett a 13 dal. Én magam sem tudom, hogy hogyan íródtak ezek meg így bennem két éjjel, mert napközben nem tudtam dolgozni, ilyen este 8-tól hajnali 4-ig, és aztán én ezt így félre is tettem, hogy így ünnepeljen. Egy körülbelül 2-3 hétig előse vettem a jegyzeteimet, és amikor egyszer csak így úgy gondoltam, hogy na akkor nézzük meg, mi is történt, és elkezdtem olvasni, olyan volt, mintha nem én írtam volna. Tehát ilyen annyira idegennek és furcsa érzésnek tűnt olvasni a saját szövegeimet, hogy biztos, hogy valami révült állapotban lehettem, amikor ezek megszülettek. Pont ezt akartam kérdezni, hogy nem volt nehéz hozzányúlni egy olyan témához, amit tulajdonképpen mindenki ismer, és mégsem ismeri senki, és mégis valamilyen módon kötődünk azért az ő alakjához, ehhez a történethez, a történelmünkhöz. Nagyon nagy kihívás
kihívás volt számomra, hogy ebbe így belevágjam a fejszémet, úgymond, de nagy örömmel tettem, mint ahogy említetted is, hogy ismerjük is, meg nem is az ő alakját. Nem sokan tudják, vagy csak talán ebből az említett versből, hogy Nimródot tekintjük mi a mi ősapánknak, és az ő fiaitól a mi leszármazási vonalunkat, de én szerettem volna ezt nem ennyiben lezárni, hanem egy olyan történetet, és nem kitalálni, mint ahogy ezt említettem is, hanem utána járni és gyűjteni, amely Nimród teljes élettörténetét bemutatja. És mérhetetlenül sok régi könyvet találtam erről. Az 1970-es, 60-as években több könyv is született ebben a témakörben, nem csak magyar szerzők tollából, és talán most van megint egy kis lendülete a 90-es évektől, amikor megint Nimródról jobban írnak, ugyanis volt egyfajta elmélet, ami a mai napig azért gyökeresen tartja magát a mi finnugor származásunkkal kapcsolatban, és ekkor a Nimród történet és a keletről való bejövetelünk egy picit háttérbe szorult. Most már kezd megint ez a nimródi eredet történet egy kicsit a köztudatba jobban visszakerül, és a tudósokat is most már megosztja ez a kétféle eredet, és a történet kapcsán is inkább azokhoz tartozom, vagy csatlakozom, akik tőlük származtatják a vérvonalukat. Mennyire volt más ez a fajta kutatás, mint amit korábban végeztél? Mert ugye beszélgettünk arról, hogy korábban is jártál szerte határainkon belül, határainkon kívül, és gyűjtötted magadba azokat, amiket őseink ránk hagytak, de itt mégiscsak egy személlyel kapcsolatos dolgokat kerestél. Igen, ez egy célzott kutatás vagy gyűjtés volt, nem úgy, mint a népdalok kapcsán, hogy mindent cippantok be magamba, hát itt egy célszemélyre korlátozódott, úgymond a gyűjtésem. Természetesen az ő hozzá kapcsolódó bármilyen történelmi korszakhoz kapcsolódó más témák is nagyon érdekeltek. Hát egyrészt nagyon-nagyon sok segítségem volt, amint említettem, történészek, jó barátok, akik nagyon jártasak ebben a történelmi témában, mert akik segítettek és vezették a kezem, hogy mikhez nyúljak, milyen könyveket forgassak, kiket kérdezzek még meg, milyen múzeumokba látogassak el. Tehát volt egyfajta irányítás is, meg hát aztán a nem véletlen szerencse is sokszor közbejátszott, hogy olyan emberekkel ismerkedhettem meg. Aztán az erdélyi embereknek a sok-sok bölcselete, amit szívesen vettem és szívesen beépítettem. És aztán meg voltak egyszerűen hihetetlen dolgok, amik meg utolértek. Tavaly voltam júniusban Oroszországban, és hát rengeteg olyan területen jártam, mondjuk Udmurtföldön vagy Hantimansiknál, ahol olyan múzeumokba tértem be, ahol ilyen megdöbbentően hasonló tárgyakat találtam, mint a mi szitja leleteink, vagy honfogláskori leleteink, úgyhogy ezekről is az ottani muzeológusokkal érdekes történeteket hallottam, hogy amikor ők még a hunokkal kereskedtek, így kezdődtek a mondatok, és ilyenkor esett le az állam, hogy azért mindenhol utolér engem ez a téma. Ha most történésszel beszélgetnék, akkor azt mondom, hogy jó, megvannak az információk, összefűzöm, lesz egy 200 oldalas könyv, és kiadom. De énekessel, népzenésszel beszélgetek, itt azért van egy nehezítő tényező, lévén egy dalnak azért vannak keretei, nem énekelhetsz mondjuk 2 órán keresztül egy sztorit. Egyrészt, másrészt nem lehet ilyen nagyon száraz szakmai keretek közbe szorítani a szöveget, és mondjuk egy bibliográfiát elénekelni. Azért leszögezném az, hogy amikről én írtam ebben a 13 dalban, természetesen mivel a múlt homályába vesző történelmi dolgok, nem állíthatom mindent tényként. Mint egy szép mesét, mint egy szép regét írtam meg, és megpróbáltam úgy összekapcsolni, összefűzni a gondolataimat, hogy azért művészileg is hozzárendeltem dolgokat ahhoz, hogy ez egy egységes történet legyen. Hát és épp ez az a művész szabadság megengedi azt, hogy egy kicsit szabadabban játszam a dalokkal. Hogyan állnak most a dalok? Ugye van, amit már felvettetek, esetleg van, ami még készülőben van, meg egyáltalán hogyan jött hozzá a zene, milyen a hangszerelés, mert azért ennek egy különleges műfaji meghatározása van. Mind a 13 dalnak a szövege és a dallama elkészült. A hangszerelésénél tartunk. 5 dalnak készen van a hangszerelése is, a többi folyamatában van, szerintem olyan május-június környékére az is elkészült. Na most itt egy picit le is ragadtunk, ugyanis szimfonikus zenekarra írt szimfonikus népi regéről vagy népi operáról van szó, és ott el kell képzelni egy kb. 60 tagú szimfonikus zenekart, szépen meghangszereltük már rá Olá Dezsővel a dallamokat, a népi szekcióm is már megvan, azok a kedves barátok, akik ebben az 5 dalban is közreműködtek. Na már most ennek az anyagi vonzatának az előteremtése az kissé nehézségekbe ütközik, úgyhogy most ezért is torpantunk meg, és egyenlőre olyan szponzorokat keresünk, akik egyrészt rációt látnak ebben az őstörténeti műnek a megszületésében, másrészt meg nem titkolt vágyam az, hogy egyszer ebből majd valami fajta új nemzeti opera kerekedik, és hát ha nem csak Magyarországon, hanem mindenhol megismerik a mi történelmünket, az alapjait, hogy mi honnan jöttünk. Hogy hogyan állnak a dalok, mint ahogy említettem is, a hangszerelésénél tartunk, aztán elkezdődnek majd a stúdió munkák, ahol
élővé tesszük, mert a mostani dalok még csak demo felvételként funkcionálnak. Elkezdtem válogatni már a szereplőket, ugyanis úgy kell elképzelni, hogyha egyszer ez színpadra kerül, akkor ezt egy eljátszó dramatikus történet lesz. 11 szereplővel, és a főszereplője Nimród, azt Varga Miklós formálja majd meg. Hála Istennek rábólintott, és nagyon tetszik neki ez a dolog. Egyébként meglettem volna nagyon lőve, hogyha nem vállalja el, mert teljesen az ő karakterére írtam Nimródot meg. Nagyon régóta ismerem, és barátok is vagyunk, és teljesen úgy érzem, hogy jól meg tudná ő ezt a karaktert formálni, Nimródot. Úgyhogy szerencsére találkozott az ízlésünk ebben, tehát a főszereplőm legalább már megvan. És aztán, ha sikerül annyi anyagi támogatást kapnunk, akkor előbb-utóbb ez színpadra is kerül ez a darab. Aki laikus, annak nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan áll össze egy ilyen CD, hogyan áll össze egyáltalán egy dal, amikor megírod a szövegét, jönnek hozzá a hangok, és különösen nehéz azt elképzelni, hogy amikor egy ilyen nagy zenekar együtt csendül fel, népzenészek, klasszikus zenészek, az hogyan fog hangzani? Neked a fejedben gondolom ez már megvan. Igen, nekem ez már megszületett, és valami álomszép dolog állt össze, remélem, hogy a valóságban is valami hasonló lesz. A dalok úgy születnek meg egyébként, ugye szöveg és a dal az már megvan. A Gyolá Dezsőnek a kis műhelyébe leülünk a zongorája mellé, ő egyébként a hangszerelőm. Róla azt kell tudni, hogy rengeteg díjjal kitüntetett az év zeneszerzője, az év zongoristája, stb. Minden mellett meg nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és akkor ott a zongora mellett megálmodjuk a hangszerelést. És akkor hogy neki a fejében ez már él, és a játsza a futamokat, hogy akkor ez lesz a hegedű szólam, játszik egy másik futamot, ez fogja a csellójátni, tehát ő neki már akkor ott abban a pillanatban összeáll, nekem egy kicsit nehezebb ebből követni, de amikor már a demo felvételen lemodellezzük, akkor már nyilván nekem is összeáll a kép, és akkor utána meg elindul az én fantáziám, és akkor mind a ketten hozzáteszünk valamit, amikor végül elkészül egy dal, akkor még a népzenészek mindig becsatlakoznak, és ők még mindig hozzáteszik az ő kis gondolataikat, és így épül egyre jobban fel egy dal. Úgy kell elképzelni, hogy egy dal legalább ilyen 6-7 perc, de nem egyszer van, amikor 10 percesre is sikerül egy nóta, úgyhogy ez valóban egy szimfonikus műnek a kereteibe fér csak bele. Ez egy kétfelvonásos opera lesz, ha elkészül. A dalok tehát megvannak, színpadképek már vannak a fejedben? Igen, képzeld el, ezt egyszer megálmodtam az egyik éjjel. Konkrétan tényleg megálmodtam álmomba, és így megmaradtak, mire fölébredtem. Úgyhogy igen, vannak vízióim, hogy ez hogyan állhatna színpadra, szép díszletekkel, jelmezekkel. Én azt gondolom, hogy azért itt a korhűségre törekedni kellene, és nem valami modern formában bemutatni, ugyanis annyira szép azok a őskeleti öltözékek, viseletek, hogy ezt mindenképpen szeretném az embereknek is megmutatni, hogy még jobban bele tudják magukat helyezni abba a korszakba, amelyben játszódik a darab. Varga Miklós nevét már említetted, de említetted, hogy 11 fősre tervezed a stábot, aki majd előadja. Esetleg más nevek vannak a fejedben, akik publikusak lehetnek? Vannak természetesen, nincsen még minden szereplő kiválogatva. Annyit hozzátennék, hogy népdalénekesek és popénekesek egyaránt szerepelnek. Van még Hunor és Magyarra kiadó szerepköröm. Azért nem árulok el többet egyelőre, mert még formálódnak és még tárgyalások alatt vannak ezek a szerepek. Egy nagyon nagy dilemma előtt még azért állok, Isten szerepét, hogy kiformálja meg. Tippeket már kaptam, de valahogy úgy él bennem ez a karakter, hogy egy nagyon mély hangú, nagyon idős, bölcs ember, egy nemzetszínésze, akinek olyan fethetetlen a múltja, és mindenki úgy szívesen elfogadná őt Isten képében. Magadnak osztottál szerepet? Első körben, mikor az opera megfogalmazódott bennem, akkor még nem operaként gondoltam rá, hanem hogy egy ilyen monodráma, vagy egy monodarab lesz, hogy én éneklem el az egész történetet. Aztán nyilván ez túlnőtt rajtam, mikor már láttam, hogy ezek bizony terjedelmesebb dalok lesznek, és hát sokkal színesebb, úgyha párbeszéd jellegű, és akkor itt teljesen háttérbe vonultam, és én csak a mesélő leszek, tehát az, aki mindig előrébb viszi a történéseket. A mesélő, aki előrébb viszi a történéseket, és aki viszi hírét Nimródnak. Sok-sok helyen jártál már az elmúlt időszakban, mik a visszajelzések? Nagyon-nagyon tetszik az embereknek az ötlet, ugye még kész dolgokat, csak egy pár dolgot tudok mondani, inkább az ötleteimet tudom ezzel kapcsolatban elmondani, ami viszont nagyon felkeltett az emberek érdeklődését, mint a zenei szakmában, mint pedig a színházi szakmában már kaptam pozitív visszajelzéseket. Nyilván erről csak akkor tudunk majd tárgyalni, amikor már elkészültem, és oda tudom vinni, hogy akkor tessék, ezt kellene színpadra állítani.
Megálmodtad a díszletet, ha most álmodhatnál még egyet, akkor hogyan látod Nimródot mondjuk év végén vagy nyár végén? Hú, nem akarok nagyon előre gondolni, meg így fantáziálni, inkább a realitásnak a talaján maradva, hogyha sikerül anyagilag megoldanunk, akkor azért nagyon szeretném én ezt legalább a stúdiómunkákat idén befejezni. Azért képzeljük el, itt legalább egy 60-70 fős stábbal dolgozok, és mindenkinek mindent összeegyeztetni, begyakorolni, felvenni, a stúdiómunkák, tehát ez egy óriási falat. Ha ezzel végeznénk idén a 13 dallal, akkor én már nagyon boldog lennék, és aztán, ha jó Isten megengedi, akkor jövőre szerintem akkor állhatna ez színpadra. Amikor beszélgettünk a születésnapos dalodról, akkor Halász Judit neve és a múlt árnya is felrémlettek, hogy hogyan lehet egy olyan dalnak a helyébe lépni, vagy legalábbis mellé állni, ami generációkon át dúdolunk, és valószínűleg még a unokáink is dúdolni fognak. Most már a születésnapos felvételek szerintem körülbelül itt jár. A Nimród szerinted fogott járni, mint mondjuk az István a király? Ezt nem tudom, de azért nem titkolt vágy. Szeretnéd? Igen, szeretném. Azért azt tegyük hozzá, hogy az István a király egy nagyon jó korban, nagyon jól eltalált, fantasztikus rockopera, de megvolt az a korszak, amikor tényleg a jó helyen volt jó időben, és éppen ezért generációk azóta is, hát köztük én is ezt dúdolom. Na most azért a mai zenei világban nehezebb az embernek így megtapadni egy zenének, hogy az olyan különleges legyen. Úgyhogy szerintem egy picit nehezebb nekem most ebből a szempontból a dolgom. Másrészt anyagilag is szerintem egy picit jobban el vagyok szeparálva, de elég kitartó vagyok, úgyhogy remélem, hogy előbb-utóbb beérik az a sok munka, amit belefektetünk. Hát reméljük, hogy így lesz, és akkor legközelebb már erről tudunk beszélgetni. 13 dalt említettél, ami végigvezet Nimród életén, Nimród történetén. Na de miről is szól ez a történet? Azért sokaknak nem világos, nem tiszta ez a sztori. Nimród születésétől egészen a haláláig szól a történet, sőt azon túl is. Az első jelenetet úgy kell elképzelni, hogy a Jóisten lebocsájt a földre, ledob a földre egy aranyalmát, és ez az aranyalma gyökere tereszt a világ közepén, amit természetesen csak a Kárpát-medence lehet, és itt egy világfa nő ki belőle, ami összekapcsolja a mennyet és a földet. Most ezt a régi ősi hitvilágunkból merítettem ezeket a történeteket, ami alapján megíródott ez a dal, és a régi pásztorok költészetéből. És ennek a világfának a tetején a turul madár fészket rak, aki ugye a magyaroknak védelmező madara, és ennek a fának a tövében születik meg Nimród. Így kezdődik a történet. Aztán az ő gyermekkorát is bemutatom egy pár dalon keresztül, meg az ő elhivatását, hogy az Isten hogyan jelöli ki őt különböző feladatokra, hogy ő legyen a népek védelmezője, koronát kap, kardot kap a jó Istentől. És aztán elkövetkezik az az időszak, amikor ő felnő, és utoléri a szerelem. És akkor itt jön egy nagyon szép szerelmes dal, egy duett Ennéhel az ő kedvesével, és a szerelmük gyümölcse Hunor és Magor. Hunor és Magor felnőnek, és elindulnak külön úton vadászni. És itt kapcsolódik Baran Jánosnak a története is a csodaszarvasról, hát Hunor és Magor űzik a szarvast, erről is szól egy-két dal, és bevezeti őket Meotis vidékére. Itt ők megtalálják a párjaikat, és letelepednek, elsokasodik a nemzet. Ez az egyik vonal, és ezzel párhuzamosan a másik vonal a Nimród történet folytatása, hogy Istentől kap egy üzenetet álmában Nimród, hogy meg kell küzdenie a gonosszal, hogy a népét megmentse, mert fenyegeti a népét ez a gonosz, akit nem nevesít meg a történet. Tudja, hogy ebben a csatában ő el fog bukni, tehát meg fog halni, de mégis az életét áldozza azért, hogy a népét megmentse. Ez a másik szál. Meg is hal Nimród, de egy óriási dicső hősi halált hal, tehát mindenki pozitívan fog rá később emlékezni, és a történet ott fejeződik be, hogy miután Meotisban elsokasodott Hunor és magyar nemzete, Hunor azt mondja a testvérének, hogy ő akkor elindul a Kárpát-medence irányába, honnan az ő ősei is származnak, az ő nyelvén beszélő népek élnek, vagyis ott is ebben az időben is már szittya népek éltek. És ennek az egész történetnek azon kívül, hogy így végigvezetjük Nimród vonalán, egy sokkal nagyobb üzenete van szerintem. Az, hogy mindig maradjunk tiszták az elveinkhez, mindig tartsunk össze a testvéri szeretet, az egész műnek a középpontja, a szittya barátság az egész műnek a középpontja. A vérszerződés, amiről már hallottunk, hogy vadidegeneket összeköt, mert barátságok kötik utána már össze őket, és az életüket áldozzák a másikért. Vannak ilyen dalok is például ebben a műben. A családnak
a fontosságáról, az Istennek a fontossága, az, hogy mindig legyen egy út hozzá. Tehát rengeteg olyan háttérből előrehúzódó motivum van, ami megbújik a sorok között, de mindig végigvezeti a történetet, és mindig ott van. Sok-sok dolgot említettél, mégis véleményed szerint mi Nimród üzenete a 21. századnak? Az, hogy mi magyarok egyek vagyunk, van is egy ilyen, hogy egy az Isten, egy a vérünk, egy a múltunk, egy a népünk.